Nagy szeretettel köszöntöm a Pax TV nézőit, mindazokat, akik néhány csendes percre vágyakoznak. Tegnap elmondtam néhány fontos dolgot a Hallél Zsoltárokról, arról a hat imádságról, amit Jézus is énekelt az utolsó vacsorán tanítványaival. És akkor is ezeket a Zsoltárokat énekelték, amikor utána együtt kimentek az olajfák hegyére. Ma a második halér Zsoltárból, a 114. Zsoltárból idézek. Amikor Izrael kivonult Egyiptomból, Jákob házanépe, az idegen nyelvű nép közül, Júda lett az Úr szent népe, Izrael pedig az ő birodalma. Látta a tenger és elfutott, a Jordán pedig meghátrált, a hegyek ug ugrándoztak, mint a kosok, a halmok, mint a bárányok. Mi lelt téged tenger, hogy elfutottál, és téged jordán, hogy meghátráltál? Hegyek mit ugrándoztok, mint a kosok, és ti halmok, mint a bárányok? Reszkes te föld az úrtól, Jákób istenétől, aki a sziklát bővizű tóvá változtatta, a kovaköveket forrássá sokan ismerik a zsidók szabadulásának csodákkal teli történetét. És persze sokan hihetetlennek is tartják mindezeket. Amit azonban Isten akkor tett, amikor Egyiptomból kivezette az ő népét, nem volt más csak megerősítése annak, amit Isten Ábrahámnak megígért. Mi volt ez az ígéret? Csupán annyi, hogy nagy népét teszlek, megáldalak, nagyját teszem a nevedet, és áldás leszel. Valójában Egyiptomból is azért kellett eljönni Izraelnek, mert Isten ott is nagy népítette tette őket. Megáldotta őket gyermekekkel, megáldotta őket fizikai erővel az embertelen munka körülmények között. Mózes pedig nagyjátette a nép között Isten nevét, és az Úr egy felbonthatatlan szövetséget kötött az övéivel. Rájuk bízta a törvényeit, a tíz igét, igen, a tíz parancsolatot, mert az annak való megfelelés, az aszerint való élet, igenis áldottá tette ezt a népet egy ideig, amíg komolyan vették, amíg figyeltek rá, és tudnunk kell, hogy amiképpen akkor a tenger és a Jordán vize, vagy a hegyek és a pusztosságon át vezető út nehézségei nem akadályozha akadályozhatták meg, hogy Isten beteljesítse rajtuk az ő ígéretét, úgy ma sem akadályozhatja meg senki és semmi, hogy Isten ígéretei beteljesedjenek az ő népén, és mi rajtunk akik Jézus Krisztusban lettünk, az Isten gyermekei. Úgy gondolom, hogy ez nagy reménység a számunkra, és ez erőforrás minden napon a mi számunkra is. Erre pedig emlékezni kell, ahogyan a zsoltár kezdődött, amikor Izrael kivonult Egyiptomból. A szent nép Júda lett, Izrael az ő birodalma és az egész föld retteget és reszketett az Úrtól, Jákob istenétől, aki csodákat tett. Emlékezzünk hát arra, amit Isten a mi életünkben tett, és segítsünk egymásnak emlékezni a közösségeinkben. Emlékeztessük egymást. Amikor Jézus énekeli ezt a Zsoltárt a tanítványokkal együtt, emlékezett. Énekelte az Atya dicsőségét, miközben a Golgotára ment. Kedves testvérek, akik itt vagytok ma, ezekben a csendes percekben, emlékezzetek, hogy mit tett a szabadító Isten Krisztusban, és Krisztus által. Érted? Értünk. Nem nekünk kell reszketni attól, ami történik velünk, ami körülvesz bennünket hanem megvalhatjuk, mert tudjuk, hogy az Úr szent népe vagyunk Krisztus által. Övé a dicsőség. Halleluja! Dicsérjétek az Urat!